mint minden kamasz, én is szerettem vitatkozni az édesapámmal, és akármit mondott, mindenre volt nekem egy jobb ötletem, de sokszor azzal ért véget a vita, hogy neki volt egy ilyen cáfolhatatlan érve, azt mondta, hogy majd 15 év múlva beszélget. És én akkor dühös voltam, mert az volt az álláspontom, hogy az idő az nem érv. Hát azóta több idő telt el 15 évnél, és én most bevallom, hogy megváltoztattam az álláspontot. Az idő lehet érv. Ez az 50 év sok mindenben lett nagyon jó érv. Nagyon jó érv amellett, hogy van gondviselés is. Nagyon jó érv amellett, hogy jobban van dolga kettőnek. Nemrég egyszer megdicsértük a szüleinket, hogy milyen szépen megvannak együtt, és hogy szeretik egymást, és azt válaszolta apám, hogy szeretet a szeretet, de az egymásra utaltság. Jobban van dolga kettőnek. És amellett is érv az 50 év, hogy érdemes volt megküzdeni érte, amikor kellett előről kezdeni, és érdemes volt kitartani. A férfiaknak fontosak az érvek, ezt édesapámnak szántam, ezt a vallomásomat, hogy megváltoztattam az állásponton. Édesanyámnak azt mondom, hogy azt is látom most már, hogy az 50 év, az idő, az nem csak érv, sok más is lehet. 50 év ragaszkodás, 50 év türelem, 50 év rendíthetetlen hűség. Ez túl van minden érve. Akármilyen férfi vagyok, én is elismerem, hogy ez túl van az érve. És én is örülök itt együtt a testvérekkel és a szűke családdal, és köszöntöm az ünnepet. Most erről fogjuk érekelni, hogy jobban van a dolga kettőnek, hogy nem az egynek.